A Borsodabaui Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban 2017. júniusában avattuk fel az 1956-os forradalomban elesett névtelen orvosok és nővérek forradalmi emlékére készült emlékművet. Az 1956-os forradalom 61. évfordulóján, 2017. október 20-án pénteken koszorúzással emlékeztünk az egészségügyi dolgozók forradalom alatt tanúsított hősies magatartásáról és kiemelkedő hivatástudatáról. Az ünnepélyes megemlékezésen készült összefoglalónkat hallják. Szász Anikó, a Borsodabaui Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház Csillagpont rádiójának szerkesztője volt, a NAP koordinátora. Tisztelt ünneplők! Tisztelettel köszöntöm az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójára szervezett megemlékezésünk valamennyi résztvevőjét. A Borsodabaui Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban ez év júniusában avattuk fel az 56-os forradalom és szabadságharcban elesett névtelen orvosok és nővérek forradalmi emlékére készült emlékművet. Az emlékmű létrehozását az 1956-os emlékbizottság támogatta, és az a Magyar Szabadság éve elnevezésű programsorozat keretében valósult meg. A mai napon koszorúzással emlékezünk az egészségügyi dolgozók forradalom alatt tanúsított hősies magatartásáról és kiemelkedő hivatástudatáról. Megemlékezésünk a himnusz hangjaival veszi kezdetét. A megemlékezés résztvevőit dr. Tiba Sándor főigazgató főorvos köszönti. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kezét csókolom. Megemlékezésünk a nemzeti imádsággal kezdődött, Isten áld meg a magyart. És a megemlékezésünk a szózattal fog végződni, hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. 1956 erről is szólt, akik akkor hősként, vagy csak a mindennapokban teljesítve azt, amit a hazához való hűség rendelt számukra, arra kell, hogy emlékezzünk most. Kell, hogy emlékezzünk rá mindenhol, az egészségügyi intézményekben is, hiszen ott munkás és egészségügyi dolgozó az utcán és a háttérben végezte a tevékenységét. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és együtt emlékezhetünk erre a napra. Az ünnepi beszéd megtartására felkérem Csöbör Katalin parlamenti képviselőt. Tisztelt ünneplők, minden kedves kórházi, egészségügyi dolgozó, kedves barátaim! 1956 őszén elegendő volt 13 nap ahhoz, hogy a magyar forradalom fogalommá váljon, nem csak a magyar, hanem az egész világ történelmében. 13 nap elegendő volt ahhoz, hogy a magyarok példát mutassanak a világnak összetartozásból, hősiességből és hazaszeretetből. 1956-ban a magyarok megelégelték a szovjet mintájú diktatúrát, és helyre akarták állítani az igazságon és szabadságon alapuló törvényes rendet. A forradalom alapkövetelését az egész nemzet osztotta. Vissza kell szerezni Magyarország függetlenségét. Vissza kell adni a magyar nemzet szabadságát.
az önkényuralom helyett szabadságjogokat, önrendelkezést és szabad választásokat követeltek. 10 millió ember egyet akart. Az 56-os forradalmárok valójában a magyar függetlenségért harcoltak, a maguk jövőjért, a mi jelenünkért. Ezért válhattak nem csak a magyar, hanem az egész világ szemében hősökké. Ami 61 évvel ezelőtt még vágyálomnak tűnt, az ma már természetes. Magunk dönthetünk a saját sorsunkról, kikér akarunk áldozatot hozni, és kikér nem. A magyar nép nem tűri a béklyót. Sokszor volt rajtunk, de küzdelemmel és sok vérrel mindig levetettük. A magyar nemzet csak független, szabad, autonóm nemzetként képes élni. A pesti srácok voltak az az erő, amely kirobbantotta a forradalmat. De a forradalom lángját az egész magyar társadalom tartotta életben. Abban az időben, abban a 13 napban mindenki szabadságharcos volt. És talán a pesti srácok közül az egyik fogalmazta meg így a legjobban. Az volt az az idős hölgy is, aki egy csésze forró kakaót adott nekem, hogy melegen tartson. Ő is szabadságharcos volt. Vagy az az úr, aki úgy szólt hozzánk, fiúk, ne menjetek arra, ott jönnek az oroszok. Ő is szabadságharcos volt. Vagy barátom és iskolatársaim, aki helyettem halt meg, miután 10 másodperccel előbb helyet cseréltünk a géppuska mögött. Na, ő is szabadságharcos volt. Vagy Budapest lakosai, akik november 1-jének estéjén minden szentek napján több mint 100 000 gyertyát gyújtottak és helyeztek el minden ablakpárkányra és utcasarokra az elesett hősök emlékére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 1956 bebizonyította a magyar nép különleges erejét és különleges hitét, mert az összetartozás, a szív és a hit képes volt megállítani a világ leghatalmasabb hadseregét, megtorpanásra késztetni a föld legbrutálisabb diktatúráját. És képes volt megváltoztatni az ember jellemét is, felnyitni a szemét és jó oldalra állítani. A forradalom és a magyar emberek erejét Nagy Imre példája mutatja meg nekünk talán a legjobban. A kommunista diktatúrát kiszolgáló politikust, Mansfeld Péterek, Szabó Jánosok állam férfivá faragták, aki a nemzet, a magyar nép élére állt, és mártírhalált hart a magyar szabadságért. Nagy Imre példája mutatja meg a legjobban 1956 legfőbb üzenetét, a nemzeti összefogást. A mai napon a magyar szabadságot ünnepeljük, amit féltenünk és óvnunk kell. Sokan az életüket adták Magyarország szabadságáért. Tartozunk nekik annyival, hogy óvjuk és féltjük, és teljes tartalmában megőrizzük. A mi felelősségünk abban áll, hogy élünk vele, nem pedig visszaélünk. Minden magyar felelős minden magyarért, és együtt kell felülkerekednünk a nehézségeken. Jártak már hazánkra nehéz idők máskor is. Mégis él és küzd az ország, és a kitartó munka, a hit, a szorgalom meghozza az eredményt. Van miből erőt merítenünk, 56 morális példája utat mutathat nekünk. Most újra olyan időket élünk, amikor meg kell mutatnunk a világnak, Európának, hogy mi magyarok döntünk a saját sorsunkról. Mi mondjuk meg, hogy kikkel akarunk élni. A nemzeti konzultáció és jelentős állomása ennek a küzdelemnek. Most nyugodtan, megfontoltan, ha tetszik, európai módon, nem véráldozattal mondhatjuk ki, hogy nem kérünk a megszállott milliárdos álmaiból, mert azt mi rémálomnak tartjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
1956 ebben is példát és utat mutathat nekünk. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá Miskolc! Köszönöm a figyelmet. Köszönjük képviselőasszony ünnepi gondolatait, a megemlékezés virágait főigazgató úr és képviselőasszony helyezik el.